Körforgalom is épült Nyírbogáton a 471-es főútvonal felújítása során. A helyiek szerint így megszűnt az útszakasz legveszélyesebb kereszteződése. Nagy forgalom volt itt, nagy éles kanyar, itt valamikor még egy lakás is volt. Az is közre játszott, és sok karambol volt itt. Halt itt meg motoros is, ipa bement, lakásba is minden. Sok karambol volt, úgyhogy én visszaemlékszem. Elég veszélyes volt, mert a stop táblánál nem mindig adták meg az elsőbséget. Nem volt egyértelmű, hogy léta felől kinek van elsőbsége. Úgyhogy örülünk neki, hogy megépült. A 471-es főutat sokan csak halálútnak hívták, és az autósok inkább elkerülték. A hosszabb, de biztonságosabb 4-es főutat használták helyette. Az útszakasz Debrecen és Mátészalka között 73 km hosszú. A felújításáról 2014-ben döntöttek. Az összesen 4,3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően 23 kilométer közutat biztonságossá tettek, és 3 körforgalmat is építettek. Egyet Nyírbogáton, 2 pedig Nyírbátorban, közölte a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az átadó ünnepségen. Körforgalmak épültek, útfelújítás, szélesítés, megépült mellett a bicikliút, 26 km hosszan, 20 km-es felújítás és 3 körforgalommal. Én azt gondolom, hogy ezek mind olyan fejlesztések, ami azt teszi lehetővé, hogy az itt élők biztonságosabban tudjanak közlekedni. De örömmel tudok arról beszámolni, hogy csak a következő évben 6,5 milliárd forint értékben 100 kilométeres útszakasz fog megújulni a megyébe. Én azt gondolom, hogy a kormány ebbe a téren is teszi a dolgát. Lezárult az idei 69 milliárd forintos országos közútfejlesztési program is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében újult meg a 3. legtöbb útszakasz. Ennek eredményeiről a közlekedés politikáért felelős államtitkár szólt. Összességében 45 kilométernyi útfelújítása sikerült, ez 5,4 milliárd forintba került, és ebben több nagyon komoly beruházást tudtunk végrehajtani. Nem túlságosan régen adtuk át a Nagykálló-Újfehértó közötti útfelújítást, és nem is olyan túlságosan régen volt a 381-es út Sátraja-Újhely, Cigán-Pácint Kisvárda között, illetve a 4-es útnak két szakaszát is felújítottuk, és hát a legnagyobb a 471-es számú főút felújítása volt. Tasó László beszédében kiemelte, a források felét állami, amíg a másik felét Európai Uniós támogatásból finanszírozták. A közútfejlesztésre jövő évben 73 milliárd forintot, 2020-ra pedig már 98 milliárd forintot fordít országos szinten a minisztérium. A Magyar Közút Nonprofit CRT vezérigazgatója azt hangsúlyozta Nyírbogáton, a kormány jövőre 100 milliárd forintot biztosít a társaságnak, összesen 850 kilométernyi útszakasz korszerűsítésére. A nyírségi példa alapján a jó utak két célt is szolgálnak. Most már ez a rövidebb és a hamarabb, ez összeért. Összeérni látszik Debrecenből idefelé jövet, hisz most már nem kell akár kerüljünk, hanem úgy, hogy miniszter úr és államtitkár is elmondta, egy olyan álom valósul meg itt ebben a térségben, ami azt gondolom, hogy nem csak itt, az egész országban állom. A rendezvényen Simon Miklós kiemelte, az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően javult az életminőség a térségben. Ez annak eredménye, hogy kiépült a szennyvízhálózat. Létrejött 1000 új munkahely és fejlődtek a közutak is, tette hozzá a térség országgyűlési képviselője. Ezen átadás is egy felkiáltó jel, ez a rendezvény is egy felkiáltó jel, mert hogy a választókerületben ilyen útfelújítások nagyon régen voltak. Ugye 12-ben érte el a választókerületünket az M3-as autópálya, most pedig sikerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 471-es főútvonal szakaszának a felét rendbe tenni. A rendezvényen az is elhangzott, míg Hajdú-Bihar megyében összesen 24,4 km útszakaszt újítottak fel idén. Addig Szabolcs megyében csak ebben a térségben 23 kilométernyit sikerült korszerűsíteni.